December 6-a szinte az egész világon a Mikulás ünnepe, akit a gyermekek és a diákok védőszentjéről, Szent Miklósról ábrázolnak. Ezen alkalomból Lőrinci képviselőtestülete az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy döntött, hogy az intézményekben adják át a gyerekeknek az ajándékokat, mivel a városünnepségen, az adventi gyertyagyújtáskor nem minden 1 és 14 éves közötti lurkónak tudják odaadni a csomagot. A határozat miatt így minden lőrinci gyermeknek hozott a Mikulás ajándékot, amelyet az érintettek lelkesen fogadtak. Ahogy láttuk, mindenki örömmel vette. Biztos, hogy a télapunkat várták, és nem a képviselőt és a polgármester, de így is örültek neki. És az énekből is lehetett látni, hogy aktívak voltak, és tényleg öröm volt az arcukon, és nekünk ez okozott örömet, hogy ők örülhettek ennek a csomagnak. Víg Zoltán polgármester hozzátette, hogy a Mikulás megsúgta neki, hogy Lőrinciben minden gyermek jól viselkedett, ezért is állította össze nekik ezt az ajándékcsomagot.